karrierrovatú mai sikeres nője Borókai Fanni, a Mercedes-Benz Fashion Week projektvezetője, külsős PR tanácsadó. Fanni, hogyan kezdődött a karriered? Az egyetem után egy kis digitális reklámügynökségnél kezdtem a pályafutásomat, ahol egy év után a Metropol napilaphoz mentem marketing menedzsernek. Én feleltem a hazai és a nemzetközi kampányoknak a menedzselésért, és az egyik ilyen kampány volt a Karl Lagerfeld stílus verseny, amely 12 országban futott párhuzamosan, és a hazai megvalósításáért én feleltem. Az egyik leghatékonyabb kampánynak minősítette a központ, és az volt a jutalmam, hogy Párizsban ott lehettem, amikor Lagerfeld volt a vendégszerkesztője az összes nemzetközi metró újságnak. Milyen volt találkozni Lagerfelddel, és mit hozott ez a karrieredben? Az egész kampányban dolgozni egy nagyon nagy élmény volt, és egy nagyon nagy lehetőség, és igazából az egész projekt az annyira elragadott, hogy biztos voltam benne, hogy divattal szeretnék foglalkozni, ami már korábban is egyértelmű volt, és a stílusversenynek köszönhetően ismerkedtem meg Antoánnal, aki az egyik hazai zsűritag volt, és az ismerettségnek köszönhetően ebből egy munkakapcsolat lett, mert felkért arra, hogy PR-esként segítsem az ő munkáját, és közel 3 évig együtt dolgoztunk, úgyhogy amit a Metropolnál megtanultam a médiában, azt nála is abszolút tudtam kamatoztatni. Hogyan kerültél az egyik legismertebb üzleti gazdasági magazinhoz, ahol ugye ma is dolgozol? 4 évvel ezelőtt indult a Forbes magazin, és akkor kerestek a Jó Illet rovatba divatszerkesztőt. Erre a feladatkörre pályáztam, és egy olyan koncepciót álmodtam meg, hogy minden hónapban sikeres üzletembert, vagy üzletasszonyt, vagy olyan személyiséget mutatunk be, akinek érdemes odafigyelni a stílusára, az életmódjára, és szívesen ezt megmutatja a labban. Úgyhogy ez igazi szerelemmé vált számomra a többi feladatom mellett. Ha már a szerelmet említetted, akkor mikor estél a szerelembe a Design Terminállal? Míg Antoine mellett dolgoztam, amikor ő a Gombold újra zsűriben kapott felkérést, és azt a fél éves munkafolyamatot végig kísértem vele. Amikor vége lett a projektnek, akkor pont újra épült a Design Terminál csapata, és jött egy lehetőség, hogy kifejezetten a divat részlegen és a Gombold újrán, illetve a Fashion Weekend keresnek embert, úgyhogy így jött a lehetőség, hogy csatlakozhattam a csapathoz. Hogyan lettél projektvezető, és mi a feladatod a Mercedes-Benz Fashion Week kapcsán projektvezetőként? 1 év közös munka után kaptam meg azt a nagyon megtisztelő lehetőséget, hogy a projekt élére állhattam, és összefoghatom a hazai Mercedes-Benz Fashion Week-et, illetve az ehhez tartozó egyéb projektjeinket. Nagyon sokrétű a feladatom, rengeteg típusú embert és csapatot kell összekoordinálnom, és közel 50 tervezővel dolgozunk szezononként, akik miatt szervezzük az egész eseményt, hiszen az a cél, hogy nekik minél magasabb színvonalú eseményt tudjunk biztosítani, ahol bemutatják a legújabb kollekciójukat. A Forbes-on és a Design Terminálon túl más egyéb külsős munkákban is tevékenykedsz. Mit csinál egy PR tanácsadó? Ez egy nagyon sokrétű kommunikációs feladatkör, amihez tartoznak a rendezvények, kampányok, fotózások, menedzselése és még számos más feladat is. Nemzetközi márkáknak dolgozom az egyéb feladataim mellett, és kifejezetten a szépségápolási termékekkel, sminkekkel, lakberendezési márkákkal, illetve divat és kiegészítő márkákkal dolgozom együtt. A divat nálad pusztán a szakmád része és szakmai az érdeklődés, vagy civilben is izgat? A munkámat gyakorlatilag a szenvedélyemnek köszönhetem, úgyhogy nagyon örülök, hogy ennyire közel vagyok a tűzhöz, és pontosan mindig látom, hogy mik az új kollekciók, milyen új táskák, ékszerek, ruhák vonulnak végig a kifutón, és nagyon szívesen viselem is őket, amire egyébként tudatosan törekszem, hogy a ruhatáramat mindig feldobom néhány különlegesebb darabba. I want you.